A Szent István nap első mozzanata a Szent György templomban megtartott ünnepi szentmise volt. Bozai Krisztián dunaszerdahelyi esperes Szent István máig ható örökségéről és védelmező szentjobbjáról beszélt. Szakár László János alistáli plébános kiemelte az állam férfi nemzetépítő, valamint a keresztény vallásért végzett tevékenységét. Egy Szent István napon nem maradhat el az új kenyér megáldása sem, amelyet a mise végén a résztvevők meg is kóstolhattak. Az ünnepség a kultúrház előtt folytatódott. Hatalmas, bölcs, előrelátó, Jézus tanát megismerő, népedet pogánságból kiváltó, te jóság, bölcsesség, erő. Kinél dicsőbbet és nagyobbat nem szülnek hosszú századok. A mai napon, augusztus 20-án Szent István királyra emlékezünk, az államalapítóra, államférfira, uralkodóra, szenté oltásának alkalmából. Az augusztus 20-ai ünnepségnek milyen üzenete is van számunkra? Megtartani a nemzeti identitásunkat, megtartani kultúránkat és hagyományainkat, egy közösségként összetartani, boldogulni a szülőföldön. Ha a felvidéki magyar közösség hosszú távon nem fogja tudni magának biztosítani a politikai érdekképviseletet, elveszítheti az egységbe vetett hitét, és feladhatja nemzeti holtartozásából fakadó kötődését. Szent István úgy alapította meg az országot, hogy figyelt arra, hogy kívül is és belül is jól nézzünk ki. Legyen államszervezet, legyen közigazgatás, de legyenek egyházközségek, közösségek, épüljenek templomok, mert egyaránt kifele is úgy kell kinéznünk, mint egy erős, határozott, az értékeit fontosnak tartó állam, de befele ezt meg is kell élnünk. Szent István ezért választotta a két tartópillérnek a kereszténységet, a keresztény hitet, és a nemzeti szuverenitást. Ez a két tartószlop elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy ez a nemzet átélje és túlélje a tatárt, a törököt, a szabadságharcaink leverését, a szovjet megszállást, vagy éppen Trianont. Az, hogy ma itt 2022-ben magyarul ünnepelhetünk, a Szent Istvánnak is köszönhető. A Szent Istváni ünnep augusztus 20-a az egész elmúlt 1000 évünkről szól. Arról szól, hogy meg tudtunk maradni, és meg akarunk maradni. És a megmaradás mindig helyben kezdődik. Dolgozzunk azon, hogy ne csak most, hanem majd a következő 1000 évben is itt tudjunk közösen ünnepelni. Isten éltesse a magyar nemzetet! A nemzeti ünnep előestéjén a budavári palotában 10 határon túli díjazott egyikeként a dunaszerdahelyi Pázmáneum társulás is megkapta a Kallósz Zoltán külhoni magyarságért díjat. Az elismerést Karafa Attila elnök vette át. A díj a külhoni magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális vagy oktatási tevékenységért adományozható. A 2005 óta működő Pázmáneum társulás tevékenységével, rendezvényeivel és kiadványaival az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítéséért munkálkodik a felvidéken.
mégpedig a keresztény erkölcs szellemében.